itt vagyok. Amúgy ez a szentesi jelenség, ez már így gyerekkorodból indult? Anya? Igen. Igen. Eléggé korai emlékek vannak erről fenn. Hogy csak azért se, vagy csak azért is. És ez segített a gyógyulásban, vagy gátolt? Egy darabig gátolt, aztán pedig segített. Elképesztő módon haragudtam akkor az orvosra, aki ennyire csúnyán benézte ezt a teljesen egyértelmű dolgot. És én akkor felmentem ményakrákos fórumokra, itt magyar ményakrákos fórumokra, és én azt gondoltam, hogy valami brutálisan különleges vagyok ezzel az esettel, és nem. Tehát értsd úgy, hogy mondjuk 10-ből 9-nek ugyanígy kezdődik a sztoria. Ez nem csak az orvos felelőssége, és nem csak a valamilyen felsőbb történetnek a felelőssége, hanem ez valahol az én felelősségem is, és akkor ez azt jelenti, hogy egy jó nagy cikkel hiányzik a rákedukációból itthon. Én besétáltam egy STK-ba, akkor nekem már ugye fél éve volt egy erős vérzéses tünetem, és az STK-ban ott megmondták, hogy ez már nem az ő hatáskörük, hogy ez nagyon csúnyán előre haladott ményakrák, és mondtam, hogy jó, akkor most ne gondolkodjunk itt azon, hogy ki hibázott és mi történt, hanem mondjanak nekem egy orvost. És akkor ott mondták ki a nevét. Az Éva egy olyan stádiumban, ami felfedeztünk, a túlélés az 5 év, az kevesebb, mint 20%. Akár kevesebb, mint 5% tudunk mondani. De azért a 20%-ot mondunk, hogy mindig remény van, és itt a példa. Éva tudta, hogy egy halálos betegsége van. Éva úgy jött, ami ezt a 4 darab lépcsőt itt a rendelőben nem tudta följönni. Senkit nem láttam abban a stádiumban visszajönni. Azért muszáj volt nekem valamit mondani a családnak, hogy készüljenek erre. Én sem gondoltam, hogy ő februárt fogja látni. Ő a tüneteket kezeli, és nekem kell megkeresni a lelki okát, és nekem kell változtatni, és nekem kell megszüntetni azokat, ami miatt ez a betegség kialakult, és ezt csak akkor értettem meg, amikor ugye már másodszorra. Másodszor, amikor már fájdalommal is járt. És tehát az első csontkovás, akinek egy daganata van, jár csontkováshoz, hogy én csak a gerincem be van, tegnap buliztam, vagy valami volt, nem vette észre, hogy újul a daganat, és pont akkor, ami lelkileg megint padlott. Igen. Ha Indiába utazom, ugye Indiába, mondom, sugarat kellene kapni 3 hónapon belül, hát Indiába akarsz, hol, merre akarsz utazni? Mindig mondom, a betegsége, az okát mindannyian tudjuk, a HPV-t, de nem mindenkinek okoz a problémát. Azok az emberek, ami valamilyen szinten gyengül az immunrendszer, egy nőben mi van? A lelke. Kezelhetetlen stádiumba került hozzánk, ő egy példa, egy csoda. És azt mindig neked mondtam, hogy neked szerencséd van egy családod melletted, hogy van valaki, amit tud támogatni lelkileg minden mögött, egy csomó ember egyedül vannak, de mindenkinek van egy segítség. Hány gyerek van, amit nincsen az anyjuk köztünk azért, hogy nem járunk a szűrővizsgálatra, nem csinálunk a dolgokat, amik kötelezettségünk van. Nem volt az a klasszik anyalánya kapcsolat szerintem így a miénk az utóbbi években a betegség előtt. Én elköltöztem otthonról. Anyáik elváltak. Elváltunk, és nyilván a nagylányok nem igazán tudták ezt tolerálni. Én épp úton voltam egy munkába, és középső lányom, Márti lányom hívott föl. Mondta, hogy akkor álljak ki, mert szeretne velem beszélni. Annyit kérdeztem, hogy meghalt-e valaki, azt mondta, hogy nem. Jó, mondom, még akkor. Igen. Nem, ezt nem mondta. És akkor kiálltam az autópályán egy lehajtónál, és hát mondta, hogy valószínű, hogy egy rossz hírt kell közölnie, ami azt jelenti, hogy Évámmal valószínű egy áttétes daganatról van szó. Hát jó lenne, hogyha sürgősen föl tudnék menni, és egy végtelenül rendes, aranyos dokival találkoztunk, aki ecsetelte, hogy ennek a történetnek lehet nagyon-nagyon rossz kimenetele is, de mindenképpen rossz, de lehet nagyon rossz, meg egy kicsivel talán a rossztól jobb. Igen. Az elején ugye nem szorult még annyira Évám ápolásra, hisz ugye a kemót kapta, gyakorlatilag olyan nagyon rosszul nem is voltál. Nem, az elejét azt jól viseltem. Igen, tehát az első kezelések azok olyan
olyan gyakorlatilag majdhogy nem vidáman mentek le. Ez egy hawaii nyaralás tulajdonképpen a második részéhez képest. De hát az nagyon sokat számított, hogy ott tudott lenni. Tehát nem tudom, hogy milyen lenne a szám íze, hogyha nekem egyedül kell ezeket végigcsinálni. Az Évával először nem személyesen, hanem olvasóként találkoztam, az írásait olvastam a Rúzs és Tükör blogon, és feltűnt, hogy van itt valaki, akiről eddig nem lehetett hallani, aki hihetetlenül friss, de közben klasszikus. Olyan volt, mintha egy ilyen modernkori Szabó Magdát olvastam volna, de ezért ezt nem mondjátok el neki. Aztán egyszer csak a szövegei között lett egy teljesen más írás, ami arról szólt, hogy beteg. Gyakorlatilag összebarátkoztunk, mert valahogy éreztük, hogy nekünk dolgunk lesz egymással, azon túl is, hogy én csinálok vele egy interjút. Talán én még csak akkor annyit mondtam neki, hogy majd szeretnék váltani. És akkor ő nem mondott nekem semmit, hanem decemberben, mikor szépen újult ki a daganat, akkor mondta, hogy szeretne velem találkozni, és akkor beszéljünk. És akkor mondta a VMN-nek az ötletét. Ő azon kevés emberek közé tartozik, aki az első pillanattól velem hitt a VMN-ben, és az első pillanattól velem van ebben a történetben, még akkor is, hogyha az első hónapokban még nem tudott dolgozni. De már nagyon vártam, mindig mondta, hogy jövök, és én megmondtam, hogy jó, nyugi, itt a helyed, megvárunk, amikor tudsz, jössz. Ez itt várt engem már valahonnan nagyon régről, úgyhogy ez egy másodperc töredék részé se gondolkodtam ezen. Hát én ezt abszolút nem gondoltam, hogy ez visszajöhet. És volt októberben egy uréter műtétem, október végén, és ugye mindig az a legpontosabb vizsgálat, amit az orvos a szabad szemével lát ugye belül. És ott teljesen tiszta volt az egész terület. Amikor találkoztunk, túl volt a Wertheim műtéten, és nagyon jó általános állapotban volt az Évi, és optimista volt és pozitív, ez szerintem a legfontosabb. Aki ennyire pozitív, az meg is gyógyul, úgyhogy csak ezzel tudtam biztatni, hogy amit én fogok végezni műtétet urológiai részről a nőgyógyász kollégámmal, az már csak egy helyreállító dolog. Az igazi beavatkozás, a gyógyító beavatkozás már megtörtént, és ő meg van gyógyulva. És ezt ebben hitt, a helyreállító műtét is ennek megfelelően jó gyógyulási hajlamot mutatott, mert ő abban is nagyon pozitív volt. És hát azt gondoltam, hogy biztos rosszul kezdtem el használni a bal oldalamat, itt a bal oldalnál. Tehát, hogy egyáltalán eszembe se jutott az, hogy ez visszajöhet. Akkor még a régi munkahelyemen dolgoztam, és ott sem volt jó, és nem találtam ott sem a helyem, és visszamentem, vagy tulajdonképpen igazából abba sem hagytam a munkát. Pillanatra nem álltam meg a betegségnek az első évében, és annyira bele volt kódolva az, hogy vissza fog jönni ez a tumor, mert hát én semmit nem fogtam fel, semmit nem értettem meg, és semmit nem tanultam meg. Ugye először azt gondoltam, hogy itt valami mozgásszervi probléma, akkor én elmentem csontkovácshoz, a legrosszabb, amit tehetünk, és azért felhívtam a kiát, hogy mondom, figyelj, nem igazán, már nem, tehát már kezdett, így be volt húzva a lábam, és már nem fog tudni járni. Nem tudtam felállni, amikor így gúzsba húz valami, és úgy nem engedi, és egyre jobban szorította az ereket. Nem tudja, hogy ez mi, lehet, hogy tumor, lehet, hogy nem, de azért akkor így SOS-be kér egy MR-t. És akkor a születésnapomra kiderült, hogy ez tumor. Kapta a kemoterápiát, és utána volt hozta az anyukája egy tolta tolókocsival, nagyon-nagyon rosszul nézett ki, és azt gondoltam, hogy ennek vége. Olyan gyorsan nő, hogy nem tudják, hogy mit tegyenek. És olyan későn került Éva a szakavatott kezekbe, hogy nem biztos, hogy ezt történetet most ez túl fogja élni. Nem is tudom, hogy az hogy történt, vagy hogy azt, hogy éltük túl, hogy ez úgy hogy volt. Nyilván ez egy ilyen lezárt doboz, és ide nem akarsz visszamenni. Meg mindig számoltuk, néztük a mérleget, hogy már nem 40 kiló, azt mondták, 40 kiló alá nem mehet, tehát onnan már nehéz visszahozni. És akkor elmentünk egy magánklinikára, ott ugye kiderült, hogy laktózérzékeny, gyomornak nincs semmi baj. Akkor volt az, hogy el kellett fogadni azt, igen, hogy lehet, hogy itt a vég. Tehát mert hogy ugye nekem nem mondták ezt el, és mondom, van megoldás? Van. Mikor közben ők megtudták, hogy 0,01 tized, tehát, hogy szinte semmi. Mondom, jó, hát, hogyha ő azt mondja, hogy van, akkor van. Akkor menjünk neki még egyszer, akkor kezdjük el megint, és akkor megint elkezdtük egyből. Nyilván egy-két napra is hazament, mert
van otthon család, 250 kilométerrel távolabb vannak, azért van munka, és a munkát is úgy kellett beosztani, hogy kisakkozta a szabadságokat, meg a beteg Szabikat is, és tényleg mindenki elképesztően toleráns volt ebben, és volt olyan, hogy nagyon sokszor még arról az egy-két napról is fel kellett rohannia, akár teszem azt éjszaka. Egy kis ronybaba volt egy fekete sapkában, egy kötött sapkában, egy fekete kabátban. Hogy utáltad ezt a sapkát? Kerekesszékkel, igen, nagyon utáltam, igen. És haragudni, nagyon-nagyon tudtam haragudni, hogy én akarom visszakapni a lányomat, tehát hogy ne legyen ilyen, te közömbös volt mindenre. Jó, akkor így elkezdtem összeírni fejben, hogy hát ezt lehet, hogy nem fogom tudni megcsinálni. És nem adom fel, végigcsinálom a kezelést, addig, ameddig fizikailag bírom, de hogy azt el kell fogadni, hogy az én életemnek akkor itt most vége van. Hogy 30 éves vagyok, itt ezt lehet, hogy ezt így későn ismertem fel, és bele fogok bukni. És akkor így összeírtam magamba, hogy jó, hát hogyha ez van, hogy meghalok, akkor milyen legyen a temetésem? Akkor legyen az én kedvenc... Legyünk ide. Kedvenc zongoristám, legyen ott Csárdás királynő, legyen ott... te rongyos élet, legyen ott minden, és ha ne adj Isten, oda kerül a sor, hogy meghalok, mert mondom, eléggé szarul áll a szénám, akkor légy szíves ez és ez legyen. És akkor majd a Détótnak megmondom, hogy írjon valami szép beszédet, azt ő mondja el, és akkor ez így legalább ennyiről tudok rendelkezni. Elkezdett belőlem folyni egy ilyen fekete, lehetetlen szagú, hát soha nem láttam még ilyet, tehát hogy így ez az elképesztő, és konkrétan így azért voltam már, ugye hát nyilván a kezelésektől is rosszul voltam, de hogy így a tumor így, amikor itt távozik a testedből, és én ezt így végignéztem, és az az elfogadás, hogy ez így megérkezett, annyira gyönyörű, szimbolikus volt az egész, hogy így egy ilyen 3 vagy 4 napig ez így folyt belőlem, és akkor így kérdeztük a kiát, hát, hogy baromira megijedtünk, hogy ez most mi? És azt mondta, hogy basszus, ez így levált. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon durva volt az egész. És hát valami brutál gyorsan jött az első negatív eredmény. Ugye az Évének a betegségeiben is szakaszok voltak. Nyilván most arról beszélek, amit tényleg egy barátnak is nagyon nehéz feldolgozni. Tolószékre szorult, és gyakorlatilag járni nem tudott. Na, az nagyon nehéz volt feldolgozni, viszont ugye nekem kellett mutatnom azt, hogy de semmi baj nem lenne. Az Évi gyakorlatilag nem volt magánál. Én nagyon-nagyon féltem, hogy ebből olyan... Tehát, hogy lejátszottam, hogy még akár az is lehet, hogy nem fog többet felkelni. Én ugye nem is tudtam, hogyan segíteni, én csak ott voltam a jelenlétemmel, csak azzal tudtam támogatni. Hozzászóltam, nem, tehát nem volt magánál. A mai napig, tehát könnyekkel küzdködöm, mert ilyen szituációban még soha nem voltam. Iszonyatosan mély pont volt, és nekem is ezt magamban rendbe kellett utána tennem, hogy lehet, hogy el fogom őt küzdeni, és ez már a vég. Nem fogott föl. Tehát egy elutasított, hogy ez nem veled történik. És mondtam Évámnak is utólag, amikor már tudtunk róla beszélgetni, hogy ahányszor elindultam hozzá, vagy hazavittem, egy percig nem volt meg a fejem, hogy ebbe bele fog halni. Bármennyire is közölték bármelyik orvos, azt mondtam, hogy ez nem történhet meg. A kollégáim nem merték tőlem kérdezni, mindenben segítettek, a rokonság is, soha nem merték azt megkérdezni, hogy akkor mi lesz, hogyha. Mert látták rajtam azt, hogy nem, én ezt nem fogadom el. Nem merték. Ők biztosak voltak abban, hogy Évám ezt nem fogja túlélni. Ja, nyilván ezt nem közölték, de mindenki. Utólag, amikor már tudtunk erről beszélgetni, akkor mindenki mondta, hogy biztosak voltak abban, hogy ez kész, ennek vége, tehát nem tudunk mit kezdeni vele. De az én összes barátom is. Látták azt a korokul mentünk, csináltuk és nem adtuk föl, és végül is. Ja, bejött. Igen. Kapják be. Most nem mondom azt, hogy elképesztően gátlásos lettem, de azért nem. Tehát azért vannak bizonyos dolgok, amiben így egy picit így visszafog, és nem feltétlenül érzem magam minden helyzetben komfortosan. Nagyon sok mindenkinek nem csak az a része, hogy én most rákos voltam, hanem hogy ez ennyire a nagy nyilvánosság előtt zajlott már, mint ugye azok a részei, amik vállalhatóak voltak. Nem.
nem nagyon, tehát a 90%-a a férfiaknak ezt nem tudja és nem is akarja magára vállalni. Úgyhogy én úgy képzelem el, és az van az én fejemben, hogy majd jön valaki, akinek én, mint ember elképesztően megtetszem, és valamiért ezt keresi, ami én vagyok, és majd akkor azzal azt így le fogja magáról rázni, és ez őt így nem fogja érdekelni. És én csak egy olyannal szeretnék együtt lenni, tehát hogy én nem, nekem ehhez a kísérletezgéptéshez nincsen már kedvem. Nem akarom kipróbálni valakivel, nem akarom megpróbálni valakivel, hogy na majd hát ha abból lesz valaki. Valahogy így leugrálnak erről az egészről, valamelyik szintig eljutnak, és valahonnan így visszafordulnak. És én arra gondolok, hogy majd jön valaki, akiben én teljesen biztos vagyok, és annak majd, tehát hogy már csak egy legyen az életemben, igazából ezt akarom mondani, már csak egy, nem kell már senki, már csak egy.